Több mint 22 ezer rendőrt és páncélozott járműveket akar bevetni a kijevi függetlenség terén tüntetők ellen Viktor Janukovics. Ez a volt ukrán elnök rezidenciáján talált iratokból derül ki. Közben ismeretlen körülmények között rálőttek a volt elnök hivatalának vezetőjére. A lábán találta el két lövedék, de nincs életveszélyben. Kijevben most ultimátumot fogalmaztak meg a Majdan tüntetői. Továbbra sincs nyoma a leváltott ukrán elnöknek. Viktor Janukovicsot a parlament a Hágai Nemzetközi Bíróság elé kívánja állítani a kijevi tüntetők elleni erőszak miatt. Az ukrán rendőrség tömeggyilkosság vádjával adott ki letartóztatási parancsot a volt elnök ellen. A roham rendőrség egyes tagjai közben bocsánatot kértek a civilekkel szemben elkövetett mészárlás miatt. A Berkut alakulat mesterlövészei a Majdan tér színpadán térden állva vezekeltek a tömeg előtt. Egy orosz lap szerint az amerikaiak bújtathatták el Janukovicsot, akit a moszkvai tévében egyenesen hazaárulónak neveztek. A Rosszisszkaja Gazeta azt állítja, hogy azért nincs nyoma a bukott politikusnak, mert akik elrejtették, nagyon ügyesek a nyomok eltüntetésében. Az orosz külügyminiszter óvaintett attól, hogy külső országok megpróbáljanak egyoldalú előnyöket kovácsolni az ukrajnai válságból. Szergej Lavrov ugyanakkor azt állította, hogy Oroszország továbbra is a be nem avatkozás politikáját folytatja a szomszédos déli állammal szemben. Veszélyes és kontraproduktív lenne válaszút elé állítani Ukrajnát, és azt mondani nekik, hogy velünk vagytok, vagy ellenünk, mondta az orosz külügyminiszter. Ez utóbbi figyelmeztetés az Európai Unió Kijevben tárgyaló külügyi biztosának is szólt. Catherine Ashton elsőként a Majdan téri áldozatokra emlékezett, mielőtt az ellenzéki vezetőkkel tárgyalt.